Üdvözlöm a nézőket Szegedről, Lakner Zoltán vagyok. Vendégeimmel két hetente nem napi politikáról, mégis közügyekről beszélgetünk, kötetlenül és szabadon. Talán éppen olyan témákról, amelyekre a folyamatos hírözön alapzaja közepette, igazán oda kellene figyelnünk. Mielőtt bemutatnám mai vendégemet, kérem iratkozzanak fel a Szeged Televízió YouTube csatornájára, ehhez a videó alatt látható feliratkozás gombot, utána a kis csengőt kell megnyomni, így nem maradnak le frissen megjelenő tartalmainkról. Facebookos nézőinket pedig arra kérem, hogy a követem gomb megnyomásával tartsák velünk a kapcsolatot. Legyünk minél többen. Most nézzünk bele, miről lesz szó a mai műsorban. Mindig mindenki, mármint külső hatalmak, igyekeznek benyomulni, mert azt nagyon jól érzik, hogy szüksége lenne a világnak Latin-Amerikára. És megint, most hogy ugrálok az időbe, de mindennel összefügg a múlttal és a jelennel, ezek óráimon is így szoktam, hogy ez jelen is ezt mutatja, hogy ha Latin-Amerikával ki tudna alakítani a világ egy normális win-win helyzetű, tehát nagyjából egyenrangú együttműködést, akkor nagyon sok probléma megoldódna. A latin-amerikai ásványkincsek csak a kőolaj, a földgáz. Ha ez úgy exportálható lenne, Venezuelából például, ami a legnagyobb ásványkincsen rendelkezik, de ki se tudják termelni, ahogy most állnak. A jelenlegi helyzetben, igen. Igen, a mexikói olajat se tudják bevonni úgy, ahogy azt kellene, és még a többiről nem is beszéltünk, a szigetek környékén, a földgáz lelőhelyek. Tehát gyakorlatilag ki lehetne váltani mondjuk az orosz földgázat és olajat úgy, ahogy van az egészet. De a becslések szerint még az arab térség részét is el tudná látni a világot, Latin-Amerika, vagy a világ egy részét ezekkel. De nem tudják, egyéni érdekek, egyéni konfliktusok miatt ezek a kapcsolatok azóta sem. Tehát ezek a hibák, ezek a konfliktusok, a problémák tovább öröklődnek, és mindig úgy tűnik, hogy na most van egy kiút, mert mondjuk van egy Obama, aki ezt elég jól kezelte. Kubában meg volt akkor éppen egy Raúl Castro, aki nyitni próbált, na akkor rögtön jött Obama helyére egy Trump, és akkor Kuba is feladta. Más latin-amerikai országokban működne Argentína, de aztán mégsem működik, jön egy krach, lesz egy Milei. Brazíliában Bolsonaro, Lula párharca, tehát mindig olyan kétesélyes a dolog, és mindig a kicsi múlik, hogy működjön. Egy pontig valószínűleg természetes, hogy Magyarországon a saját történelmi terheinket érezzük a legnehezebbeknek, ám ettől még a világ más részein élőknek is megvan a maguk baja a saját történelmükkel. Ha az egymást érő rendszerváltások darabszámát tennénk egymás mellé, lehet, hogy Közép-Európa elmaradna a tőlünk távoli Dél-Amerikától, de ugyanennyire figyelemre méltó, hogy a művészet, az irodalom vagy éppen a film mennyire mélyen és sűrűn dolgozza fel arra felé a közelmúlt történelmét. Lénárt Annás történésszel, a dél-amerikai politika és film szakértőjével beszélgetünk arról, hogyan lehetséges mégiscsak a múlttal való társadalmi szembenézés. András, köszönöm, hogy itt vagy újra ebben a műsorban. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket is. És annál is inkább, mert azóta már újabb műveket követtél el erről a témáról és más ügyekről is, és amikor én gondolkoztam, hogy miről beszélgethetnénk újra, ugye a legutóbb is a rendszerváltásokról, akkor döntően Spanyolországról beszélgettünk, és nagyon kevés idő maradt arra, amivel hát legalább ugyanannyit foglalkozol, mint a politikai átmenet kérdéseivel, a filmről. Azért gondoltam, hogy lehetne egy ilyen talán filmcentrikusabb és dél-amerika-centrikusabb beszélgetést is tartani, mert ez legalább annyira érdekes. Mi a helyzet ezekkel a rendszerváltásokkal? Szóval félig viccesen mondtam itt a bevezetőben, hogyha darabszámra megnéznénk, hogy hány rendszerváltás van mondjuk egy átlagos dél-amerikai országban, az vajon kiadja a hazai rendszerváltások számát, de jól érzékelem én azt, hogy ez a pulzálás, diktatúra, demokrácia, diktatúra, ez tényleg nagyon, hát relatíve sűrűn történik történelmi időben mérve. Sűrűn, tehát abszolút túlszárnyalják a latin-amerikaiak alapvetően európaiakat, tehát nem is kell Közép-Európa, nagyon mindenkit. Jó, mondjuk Afrika az persze más terület ismét. Tehát valóban a latin-amerikaiaknál ez egy gyakori kérdés, probléma, ha így nézzük. Ugye csak a 20. században megnézzük, hogy hány diktatúra volt, ezt számszerűen nem is tudjuk igazából, szerintem nem is nagyon van, aki ezt össze tudta számolni. Gyakorlatilag Costa Rica az egyetlen latin-amerikai ország, ahol
igazi diktatúrának nevezhető rendszerük nem volt. Az összes többi egy, de inkább több diktatúrán ment keresztül. Itt van 5-6 éves is, de 30-40 éven át tartó, egy húzamban tartó diktatúra is több ilyen országban is. És ugye ezeket követi egy rendszerváltás, ami néha gyakran olyan rendszer, ami rosszabb lesz, mint az előző. Tehát amikor egy diktatúrát vált le egy diktatúra, csak demokráciának nevezi magát. Vagy természetesen olyanra is nagyon sok példa van, és szerencsére az elmúlt 20-30 évben erre volt több példa, amikor diktatúrát demokrácia vált le. Egy demokratikus átmenet. Az a talán olyan kevés diktatúra Latin-Amerikában, mint most van, olyan nem volt a 20. században, tehát igazából most, hát itt történészi konszenzus alapján háromban áll meg az, hogy most három latin-amerikai diktatúráról beszélünk. Venezuela, Nicaragua, Kubát szokták ide sorolni, és az abban is újdonság, hogy ezek baloldali diktatúrák. A 20. század során elsöprő többségben jobboldali diktatúrákról beszélhettünk. Az ember azt gondolhatná, hogy akár ezek az országok stabil demokráciákat is kitermelhetnének, tekintve, hogy mondjuk sok ország 200 éve, nem mondok talán butaságot, független, végül is nincsenek megszálló hatalmak, mintha megint csak így a mi közép-európai eszünkkel vetem össze, tehát nincs egy ilyen átjáróház, hogy az egyik nagy hatalom kiüti a másikat, és akkor ő lesz a megszálló, tehát ezek azért nem tűnnek olyan rossz adottságoknak egy stabil demokráciához. Igen, ez jól működhetne, csak nem. Tehát ugye a 19. század elején, tehát 1810-20-as években a legtöbb latin-amerikai ország függetlenné vált. Uh-huh. Néhány ország, Kuba, Puerto Rico, Fülöp-szigetek a 19. század végén, 1898-ban. Tehát ott függetlenségi háború, kialakult egy független ország, jó hangzik, tehát ettől kezdve működhetne demokratikus alapon. De nem így történik. Amikor a latin-amerikaiakkal beszélgetek, akár kollégákkal, történészekkel, akár hallgatóimmal, elég sok latin-amerikai hallgatónk van itt a Szegedi Egyetemen is, hogy a te országodban, te mint kolumbiai, vagy mint argentin, vagy ahonnan jöttél, mit mondasz, mi ennek az oka? Mi lehet ennek az oka? Mert ilyen külső szemlélőktől gyakran hallok olyat, hogy hát ezek a latin-amerikaiak nem tudnak nyugodtan élni. Nem tudják, mi az, hogy demokrácia. Ez biztos, hogy erőszakos népség az egész Latin-Amerika úgy, ahogy van. Mert hogy állandóan diktatúrák, meg polgárháborúk. Igen, megvégző. Csak ugye nem tudják az eredetét ennek. És mindig arra jutunk, hogy ez itt egyfajta ilyen eredendő, nem bűn, hanem ilyen eredendő hiba vagy rosszul indult az egész. Tehát ugye mindegyik függetlenségi háborúval indult, minden függetlenségük. Vérrel, vassal, fegyverrel kellett kivívni, és akik az új függetlenségi, független államokat kezdték vezetni, egyik sem politikus volt, hanem hadvezér, aki nem tudta, hogy kell demokráciát működtetni. Néhányan aztán átadták a hatalmat olyan politikusoknak, akik abban a percben lettek politikusok, nem volt semmi tapasztalatuk, hogy kell egy ilyet vezetni. Tehát a puccsok, a már akkori rendszerváltások, még is alakult egy rendszer, de már váltották típusú adminisztráció, a teljesen flexibilis határok, még nem tudták, mi az, hogy Kolumbia, mi az, hogy Venezuela, mi az, hogy Peru, mitől lesz egy Peru. Tehát egy függetlenségi háborút rögtön követette egy határokról szóló. Úgy alakultak ki ezek az országok, hogy nem tudták, hogy mi maga a nemzet. Tehát nem a nemzet alakult ki, amiből lett egy ország, hanem meghatározták, hogy na akkor most itt az ország, itt vannak a határai, akkor mostantól mi vagyunk a venezuelaiak. Tehát ez a nemzeti érzés, ennek ki kellett fejlődnie, idővel kifejlődött persze, de hogy hol húzódnak a határai, mitől lesz adott nemzethez tartozó valaki, ez egy hosszabb folyamat eredménye volt, és ez mind eközben mind próbálták módosítani a határokat, a berendezkedést, tehát ez egy ilyen vérben és erőszakban született független országokról van szó, akik egyszerűen meg sem tanulták, meg sem tudták tanulni ezt, hogy működhetne. Az Egyesült Államokról próbáltak a legtöbben példát venni, többeknek sikerült egy darabig, de aztán ez is elbukott, mert jöttek azok a hatalomátvételek, amelyek a sokszor regionális hadvezérek vették át a hatalmat. Ez a példaadás, ez mondjuk az elnöki rendszerre vonatkozik, a szövetségi állami berendezkedésre vonatkozik, arra, hogy alkotmányt írnak, arra vonatkozik.
Magára alapvetően a függetlenség kialakulására vonatkozik. Ha fönt az USA-ban ez sikerült, akkor nálunk miért ez sikerülhetne? Igen, a britekkel szemben. Ugye itt a nagyrészt spanyolokkal, kicsit a portugálokkal szemben kellett. A függetlenségi harcokat megelőző évtizedekben sok latin-amerikai, hát mondjuk egy politikus, önmagát annak nevező, vagy leendő hadvezér ellátogatott az Egyesült Államokba. Thomas Jeffersonnal, többel, hát azt mondták, hogy jóban voltak, azóta tudjuk, hogy Jefferson és a többi is eléggé lenézte ezeket a szerencsétlen latinókat. Már eleve katolikus vallásúak, mi meg itt fent protestánsok vagyunk, tehát már itt megvolt egy alapellentét. De minden esetre tanulmányútra mentek, tanulmányoztak, a francia forradalom vívmányait is ismerték, tehát ezekből próbáltak táplálkozni. Aztán néhányan felismerték, hogy pont ez így, ilyen módon itt Latin-Amerikában azért nem fog megvalósulni. Tehát hiányoznak azok a keretek. Máshogy viszonyultak az őslakosaikhoz, a rabszolgasághoz. Eleve az ásványkincsek, a nyelv, a vallás, a kolóniák, tehát a gyarmatok felépítése és működtetése, minden más volt. Tehát ahol megpróbálták rá erőltetni akár az amerikai, akár néhány európai hagyományt, ott ez általában kudarcba fulladt. Ahol valami sajátot próbáltak kitalálni, az is kudarcba fulladt. Tehát most, amikor az biztos, hogy 20. századi latin-amerikai diktatúrák ismertebbek. Nyilván ugye itt már a média, akár csak a média miatt is jobban tudtunk tájékozódni az ott folyó viszonyokról. De hát az erőszak, a véres hatalomátvétel korábban is volt. Itt ebben a tervezettség és a rendben működő, a rendbe foglalt diktatúra és rendbe foglalt erőszak keretei miatt itt ez jobban működött az erőszakos 20. század. Nem akarok itt ide erőltetni mindenképpen közép-európai párhuzamokat, csak végül is az, amit elmondtál, tehát hogy függetlenségi harcok, időre tologatott határok, a határokon belül létrejövő hagyományokra épülő, de azért más tekintetben meg mesterségesen kialakuló nemzetek, amelyek így utólag alakítják ki a nemzeti öntudatokat. Szóval az azért, szóval messze van, de azért közben meg olyan messze meg még sincsen, szóval talán ezért is érdemes erről beszélgetni, de hogy amit mondasz, hogy kivívott függetlenség az éppenséggel tulajdonképpen valamiféle társadalmi legitimációt is adhatna, tehát a közösség, a nemzeti közösség formálásának ez sokszor egy nagyon erős kiinduló pontja, hogy hát együttesen harcoltuk ki, nem valaki odaajándékozta a függetlenséget, nem egy idegen dinasztia jött, ez ugye mondjuk Európában például egy elég gyakori fejlemény volt a 19. században, exportálták, importálták a különböző királyi házakat, itt végül is nem ez történt, tehát ez egy jó dobbantó a nemzeti függetlenség megalapozásához. Igen, tehát elméleti szinten minden nagyon jól működött Latin-Amerikában, tehát ahogy ezt megtervezték, létrehozták, meg amiket most példaként hozol, elméleti síkon ez nagyon jól működik. Van olyan latin-amerikai hallgató, ami nyilván nekik a saját nemzetükről, világukról szabad mondani, ők azt mondták, hogy bármihez nyúlunk, elszúrtuk. Tehát ők ilyen, nyilván mi történészek, akik kívülről szemléljük, meg azért keressük az okokat, nem egyszerűsítjük rá ennyire. De tehát itt ugye a latin-amerikaiaknál, ahogy mondtam, a határok teljes bizonytalansága. Most egy példát mondjak, leghíresebb függetlenségi vezér, vagy hadvezér, függetlenségi hős Simón Bolívar, aki rögtön egy Nagy Kolumbia nevű államot álmodott, amiben sok kisebb állam a része lesz, és ez így egyként fog működni. Hát ez se tartott tovább olyan egy évtizednél, elkezdtek szétszélni, mert annyi feszültség, annyi ellentétes érdek bomlasztotta őket, hogy ez nem volt működőképes. Aztán ezek is tovább szabdalódtak. Lett egy kis Kolumbia. Aztán ugye elkezdtek kiválni. Például Kolumbiából egy kis rész kivált, ez lett Panama. Tehát így születtek meg ezek a részek. A kis déliekről, az Uruguay, Paraguayról nem is beszélve, akiknek a létezését a nagyok nem annyira akarták elfogadni. A Brazília meg Argentína, jó lesz az nekünk, bekebelezzük, nem hagyták magukat. De voltak olyan háborúk, ahol mondjuk Paraguay férfi lakosságának 70%-át kipusztították a szomszédok egy háború részeként. Ez még a 19. században folyt. Tehát itt volt egy nagy projekt, mondjuk így, egy nagy Latin-Amerika projekt, amire voltak tervek, Simón Bolívarnak is volt tervei, voltak tervei más latin-amerikai politikusoknak is, a kubai nagy hősnek, José Martínak, előbb Kubára, aztán egész Latin-Amerikára volt.
De ezek, amikor gyakorlatban próbálták ültetni, akkor elbuktak, általában egyéni érdekek, egyéni sérelmek egyrészt, másrészt, mert ez semmiképpen nem lehet megkerülni az Egyesült Államok szerepét. Tehát én, amikor óráimon Latin-Amerika történelemről beszélek, akkor ez mindig előjön, éppen ezért most van egy olyan kurzusom, ami csak ezzel foglalkozik 14 héten át, hogy USA és Latin-Amerika kapcsolata. Mert beszélhetünk Latin-Amerika történelméről, de 10 percenként beleütközünk az USA-ba, tehát ezért ezt meg elkezdtem így külön is kezelni, mert az megint csak egy véglet, vagy túlzás, azt mondjuk, hogy mindennek az USA az oka, nem így van. Tehát ők latin-amerikaiak sokat tettek azért, hogy így alakuljanak a dolgaik, az ügyeik. De az Egyesült Államok érdekei is azért szépen közrejátszottak. Azért ezt is ismerjük a mi régiónkból, hogyha egy nagy hatalom, ami közel van, és szeretné az érdekszféráját ránk kiterjeszteni, vagy csak az érdekszféráját, vagy esetleg megjelenik a tankjaival is, akkor azt meg tudja tenni. Tehát ez nem egy amerikai sajátosság, csak ugye ők a saját kis szférájukban, a saját régiójukban ezt ugye. Ez szerintem nagyon fontos, nagyon sokszor ugye ez a mai politikai fejleményeket is magyarázza, hogy miközben a nyugati világban, mondjuk az Egyesült Államok azért mégiscsak a demokrácia mintaadó országa, még az összes gondjával együtt is a szabadságjogoknak a képviselőjeként, tehát legalábbis ilyen idealisztikus szinten megjelenik mondjuk a dél-amerikai progresszív mozgalmak, most nem a baloldali diktatúrákról, hanem a rendes demokratikus baloldali mozgalmakról beszélünk, azok is nagyon sokszor Amerika kritikusak, mert hogy egy egészen másfajta történelmi hagyományra reflektálnak, de mondjuk mi akkor az Egyesült Államok érdeke a kontinensen, említetted a nyersanyókat például, erre rögtön lehet asszociálni, hogy feltétlenül az ezek feletti kontroll, az ezekkel való előnyös kereskedés, az biztos, hogy fölmerül, de vajon mi még? Föl, ugye ez is, tehát alapvetően ennek a gyökere messzire vezet. Amiről 14 héten keresztül szoktam beszélni, azt most leredukálva, egy kicsit rövidebben, igen. Tehát ez még abból az időszakból, konkrétan 1823-ból ered, az úgynevezett Monroe doktrína, ugye James Monroe elnök, nem ő fogalmazta meg, de az ő nevéhez kötődik, ami ugye arról szólt, hogy Amerika az amerikaiaké. Tehát Európa ne avatkozzon be Amerika ügyeibe. Ez jó hangzik, még esetleg az is jó hangzik, hogy amerikai ügyekben az amerikaiak döntsenek, tehát ha valami konfliktus van, majd mi amerikaiak elrendezzük egymás között. És jött a harmadik faktor, hogy egyébként e felett az USA fog örködni, és az USA úgy gondolja, hogy valami olyan történik itt Latin-Amerikában, ami összamerikai érdekeket sért, akkor az Egyesült Államok majd beavatkozik, rendet tesz. Tehát berajzolta az érdekszférájának. Mi az, hogy összamerikai érdek? Ezt kidönti el. Nyilván az Egyesült Államok fogja. Abban a hibában se essünk azért, hogy azt mondjuk, hogy minden, amit az Egyesült Államok tett Latin-Amerikában, hogy? Az csak rossz. Tett jót is, tehát történtek olyan dolgok Latin-Amerikában, ami az USA-nak köszönhetően történt, fejlődött infrastruktúraépítés, sok országban, legtöbb latin-amerikai országban a vasútépítés, az iskolaépítés, a kórházak, a naprakész infrastruktúra 20. század bármely részét is nézzük, az sok latin-amerikai országban az Egyesült Államoknak köszönhetően épületett fel. De ezeket nyilván nem ingyen, nem a semmiért tette, várt cserébe földeket, ásványkincseket, Közép-Amerika gyakorlatilag, mondta, hogy az övé vált, hogy az a kifejezés, hogy banán köztársaság, az itt alakult, mert volt egy United Fruit Company nevű cég, multinacionális amerikai cég, ami megvásárolt szinte minden földet, vagy állandó koncesszióba kapta, vagy ajándékba kapta a közép-amerikai kormányoktól. Ez a brit kelet-indiai társaságnak egy ilyen dél-amerikai kiadása? Az, tehát ez a UFC, ugye így rövidítjük, ez egy ilyen szimbólumává vált az amerikai imperializmusnak az amerikai kontinensen. A következményeit most is látjuk, mi ebből annyit látunk, hogy ha kimegyünk a piacra, akkor ugye abban állunk, általában ekvádori. Tehát rajta van a címke. De hogy ez hogy érkezik ide? Úgy érkezik ide, hogy a 19. század végén a United Fruit Company keresztül, és akkor az Egyesült Államok rögtön megépítette az összes vasutat, ami ehhez kell, hogy a banánt, ugye a más gyümölcs is volt, de elsősorban banán, hogy eljusson a banánföldekről a kikötőig, ott építették kikötőt, hozott hozzá hajókat, tehát gondoskodott arról, hogy minden, attól kezdve leszedjük a banánt odáig, hogy megérkezik az asztalunkra, azt ő kézben tartsa. Persze,
ezért fizettett is, tehát kaptak ezért cserébe a latin-amerikaiak. Igen, de azért érződhetett, igen, hogy itt abszolút kihasználásról van szó. Ez csak egy példa a rengetegből, ez a UFC és a banán, de ugyanezeket megtalálják az ásványkincsek, az arany, ezüst, réz, salétrom, guanó, tehát minden hatalmas biznisz, napjainkban lítium. Például ugye tudjuk, hogy a lítium lelőhelyek 70, de most már 80 közelíti, hogy a lelőhelyek aránya ott van. Most egy hatalmas verseny megy ezért, USA, Kína. Az Európai Unió összes vezetője már. Igen, ők későn kapcsoltak, hogy esetleg ott lenne keresni valónk. És még inkább, tehát az Európai Unióval kapcsolatban kevesebb rossz tapasztalata van a latin-amerikaiaknak, mint mondjuk az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Jó, gyarmatosítás persze az Európából jött, de az régebben volt. Igen, igen. Pár generációval korábbi. Tehát én úgy gondolom, meg ez is megint csak beszélve az ottaniakkal, hogy az Európai Unióban jobban bíznának, mint mondjuk az Egyesült Államokban, vagy az oroszokban, ott is van egy rossz tapasztalat a kubai rakétaválságtól kezdve, és annak mi volt hatása az egész latin-amerikai szférára. Tehát az Unió, és főleg ott a latin-amerikai nagy barátja Spanyolország, aki ha állandóan ezt próbálja nyomatni így csúnya szóval, hogy Latin-Amerika, ki kell használni, nem Latin-Amerikát, hanem a lehetőséget. És most Latin-Amerika, tehát ez most tényleg egy jó alkalom lenne, mert Latin-Amerikában sok országban olyanok vannak hatalmon, például Lula, Brazíliában, aki ebben partner lenne, és ők vigyáznának arra, hogy ez ne úgy történjen, mint évtizedekkel ezelőtt, hogy kihasználják őket, elvisznek mindent, ők meg ott állnak szét, tehát kézzel odaadtunk mindent. Tehát ilyen win-win helyzet alakuljon ki. És tényleg az Uniónak, tehát ez egy, nyilván az Európai Unió sok hibával működik, a külpolitikájában ez egy elég nagy hiba, hogy nem vette észre azt a lehetőséget. Például az elmúlt amerikai kormányok, hát ezt most így viccesen úgy szoktuk mondani, akik ezzel foglalkozunk, hogy Trump elnök annak idején lehet, hogy nem tudta, hogy van Latin-Amerika, létezik, Biden meg útközben elfelejtette. Uh-huh. Tehát ez a két részben ez is ciklus, a következmény ugye az Ukrajna ellen folyó orosz háborúnak, igen, hogy igen, máshova irányul a figyelem. Máshova irányul. Tehát pont most ez a két elnöki ciklus nagyon jó alkalom lett volna arra, hogy benyomuljon valaki, Kína nagy részt megtette, Kína ezt észrevette, az Unió nem, von der Leyen egyszer vagy többször után utazott oda, meg egy-két európai, Macron is volt, Sánchez is szokott menni, a spanyol, de ez, tehát szabadkereskedelmi egyezményt próbálnak, de annak valaki mindig. De tulajdonképpen a kínaiakat próbálják utolérni, ha jól értem. Kínai, azok már van egy Nicaragua csatorna terv, ott már a kínaiak, ahogy ezt szokták. Mióta zajlik ez, ha már ebbe az irányba kanyarodott a beszélgetés, a kínai behatolás. Én valami olyasmit olvastam, hogy talán a 2010-es években fordult át a legtöbb dél-amerikai országnál az, hogy már nem az Egyesült Államok, hanem Kína az egyes számú kereskedelmi partnerük. Akkor, tehát ez abszolút a 21. századról szólt, a 20. század az tényleg az Egyesült Államokról szólt, illetve amíg volt, addig szovjetekről, utána Egyesült Államokról, kicsit Európáról, de a 2000-es évek eleje, 10-es az, amikor Kína meglátta ezt a lehetőséget. Valamilyen szinten India is meglátta, tehát India is megjelent, nem úgy, mint Kína, de megjelent. Ha egész Latin-Amerikát tekintjük, ott már Kína a legnagyobb befektető, és nem az Egyesült Államok. Csak ez még kevésbé látványos, de övezeteket hoz létre, tehát termelővezeteket. Itt kellene, tehát saját érdekei miatt az Egyesült Államoknak itt lépnie kellene. Feltételezem, Kína hitelt ad, infrastruktúrát épít, tehát van, hogy van egy csomag, amit ismerünk a világból, igen, a kínai, igen, együttműködés, az itt teljes mértékben igaz, hát és ahogy mondtuk, ugye Európa itt lenne egy tényező, csak nem feltétlenül az, próbálkozik, de nem feltétlenül az. Mondtad ezeket, hát többször is fogalmaztál úgy, én meg aztán pláne Slendriánul fogalmaztam úgy, hogy Dél-Amerika, illetve hogy ezeknek az országoknak, az itt lévő országoknak a hasonlóságai a történelmükben olyan van, hogy Dél-Amerika tudat, vagy ez tényleg csak valaki nagyon tudatlanul, nagyon messziről beszél erről, ahogy mondtad, itt azért eltérő nemzetek vannak, így vagy úgy, de mégiscsak kialakultak különböző nemzettudatok, attól, hogy például a demokrácia, a diktatúra pulzálásban, ebben a gazdasági kiszolgáltatottságban vannak hasonlóságok, ettől van egy ilyen dél-amerikaiság, ugye ott nincs Európai Unióhoz hasonló dél-amerikai unió, de hogy ennek ellenére van valamilyen közös tudás, közös identitás? Vannak kisebb unióik.
Tehát például a Mercosur, ami a leghíresebb, ez a déli közös piac. Megpróbálkoztak itt ezzel, Hugo Chávez is próbálkozott ezzel azzal, a karibi térségnek van sajátja, a karib térségnek. Ez a latin, nem is Dél-Amerika, hanem Latin-Amerika tudat. Ja. Ugye ebben benne van, de ez is változó, hogy ki hogy hívja, hogy ugye van a latin-amerikaság, azon belül van Közép-Amerika, Dél-Amerika, a Karib-térség, Mexikó, az nem Közép-Amerika, hanem Észak-Amerika ráadásul. Tehát ezért a latin talán az a legátfogóbb. Ilyen, és ez megint egyébként a függetlenségi háborúk folyományaként merült fel, hogy például az említett José Martí kubai írta meg a Mi Amerikánk című művét, magyarul is olvasható. Nagyon szépen összefoglalja, hogy kik vagyunk mi. És ebben a miben alapvetően bár kubai a fő fókusz, de egész Latin-Amerikát érti, és ő már akkor, 1898 előtt, mielőtt a spanyol-amerikai háború Kuba függetlenedett, de USA beavatkozott, előtt megfogalmazta azt, hogy nagyon jó, hogy Európa már alapvetően nincs itt nálunk, és hamarosan mint gyarmattartó eltűnik. A saját uraink lehetünk. Lehetünk, igen. De ő az Egyesült Államokat már megnevezte a következő legnagyobb veszélynek, ami talán még nagyobb veszély lesz, mint a korábbiak. Tehát ez a latin... Mert hogy fizikailag ott van, vagy földrajzilag ott van. Igen, és ugye időnként pedig jött az Egyesült Államoktól ilyen meggondolatlan kijelentés, hogy például a Karib-térség, a mi hátsó udvarunk, Kubát sokáig úgy kezelték, mint tehát ott van, ha jó idő van, Floridából látszik. Tehát egyszerűen nem lehet ettől elvonatkoztatni, hogy Kuba az övék kell legyen. Éppen Kuba kapcsán érdekes, és ez az a latin-amerikai tudatot, amivel kezdtük, ez nagyban erősítette, hogy Kuba kapcsán fogalmazták meg az amerikaiak azt, Martusa, hogy itt az érett gyümölcs elvét kell követnünk. Vagyis nem biztos, hogy lépnünk kell behatolni katonailag, elfoglalni, hanem mint az érett gyümölcs a fán, eljön az a pillanat, amikor olyannyira megélik, hogy lehullik, és a markunkba hullik. Kubában eljön majd az a pillanat, amikor nem szükséges katonai beavatkozás, Kuba az ölünkbe fog hullani. Ilyen majdnem elkövetkezett a függetlenségi időszakban, ott 1898 környékén, végül mégsem, tehát Kuba független lett, de az Egyesült Államok hozzátoldott egy komplett cikkeit a kubai alkotmányhoz. Hát lényegben ilyen protektorátus. Igen, tehát 1930-as évek közepéig így van. Puerto Rico, az ugye oda is tartozik, egy ilyen társult tagállamként ma is a részhez. Néhány amerikai elnök elfelejtette ilyen vészhelyzet esetén, figyelmeztetni kellett őket, azért kell segíteni hurrikán idején, mert a miénk. Szavazati jogunk nincs, de állampolgárságuk van. Amerikai. Igen, ez elég különös. Igen, tehát ez megint egy más téma. Tehát ez a latin-amerikaiság tudat, ez most teljesen leegyszerűsítve két szempontból fogalmazható meg. Az egyik a valamivel szemben, és ez általában a külső beavatkozás, főleg Egyesült Államok, de adott időszakban akár a Szovjetunió, akár néha egy-két európai ország azért próbálkozott visszajönni, mondjuk ha az államadóságot nem fizették vissza akkor. Volt ilyen brit hadsereg ostrom. Az is érdekes dolog, most Thomas Piketty írta a legújabb könyvében, tehát hogy... Igen, de Mexikó is kapott egy időben egy császár. A gyarmatosítás alól felszabaduló Haiti fizetett kártérítést azoknak a franciáknak, akiknek a vagyona ott úgymond elveszett, de hát tulajdonképpen ők voltak a rabszolgatartók. Hát ők voltak, ugye ez, éppen ez a Haiti, tehát ez a legelső ország, ami függetlenedett, és jönnek a legrosszabb példa is. Ugye ott a fekete többség, tehát a fekete rabszolgák függetlenedtek, és ott rögtön egy bosszú hadjáratba kezdtek egykori rabszolgatartóik ellen. Tehát ezt úgy is nevezték a többi latin-amerikai országban, hogy Haiti rém. Hogy hát ha így akar függetlenedni a többi ország is, akkor inkább ne. Mert ez egy brutális lesz. És Haiti megint csak jó példa arra, nézzünk meg most, mi van Haitin. Igen. Személyesen ne nézzük meg, mert nem érnénk túl, ha oda mennénk. Tehát teljes káosz, anarchia, a bandák vették át az uralmat. Ez megint csak kis túlzással, ez így van a függetlenség kikiáltása óta. Tehát jó, voltak elnökei, voltak kormányaik, most ebben a pillanatban nem is emlékszem, hogy van-e, mert egy elnököt megöltek, aztán jött egy, de az úgy megijedt, hogy elmenekült, inkább hátrahagyott mindent. Lehet, hogy ebben a pillanatban névleg van egy elnök, de senkit nem érdekel. Tehát nem ő kormányoz. És Haiti egy jó-rossz példa erre az egészre, hogy hogy lehet mindent elszúrni részben önhibából, részben külső hatalmak miatt.
Minden országban történt valamilyen külső beavatkozás. Mexikó ugye kapott is egy Habsburg császárt egy rövid időre, mi Ferenc Józsefünk testvére volt szó, ki is végezték Mexikóban, tehát az se volt egy jó példa. Tehát mindig mindenki, mármint külső hatalmak, igyekeznek benyomulni, mert azt nagyon jól érzik, hogy szüksége lenne a világnak Latin-Amerikára. És megint, most hogy ugrálok az időbe, de mindennel összefügg a múlttal és a jelennel, ezek óráimon is így szoktam, hogy ez jelen is ezt mutatja, hogy ha Latin-Amerikával ki tudna alakítani a világ egy normális win-win helyzetű, tehát nagyjából egyenrangú együttműködést, akkor nagyon sok probléma megoldódna. A latin-amerikai ásványkincsek, csak a kőolaj, a földgáz, ha ez úgy exportálható lenne, Venezuelából például, ami a legnagyobb ásványkincsen rendelkezik, de ki se tudják termelni, ahogy most állnak. A jelenlegi helyzetben, igen. Igen, a mexikói olajat se tudják bevonni úgy, ahogy azt kellene, és még a többiről nem is beszéltünk, a szigetek környékén, a földgáz lelőhelyek. Tehát gyakorlatilag ki lehetne váltani mondjuk az orosz földgázat és olajat úgy, ahogy van az egészet. De a becslések szerint még az arab térség részét is el tudná látni a világot, Latin-Amerika, vagy a világ egy részét ezekkel. De nem tudják, egyéni érdekek, egyéni konfliktusok miatt ezek a kapcsolatok azóta sem. Tehát ezek a hibák, ezek a konfliktusok, a problémák tovább öröklődnek, és mindig úgy tűnik, hogy na most van egy kiút, mert mondjuk van egy Obama, aki ezt elég jól kezelte. Kubában meg volt akkor éppen egy Raúl Castro, aki nyitni próbált, na akkor rögtön jött Obama helyére egy Trump, és akkor Kuba is feladta. Más latin-amerikai országokban működne Argentína, de aztán mégsem működik, jön egy krach, lesz egy Milei. Brazíliában Bolsonaro, Lula párharca, tehát mindig olyan kétesélyes a dolog, és mindig a kicsi múlik, hogy működjön. És hát aztán mondjuk nem. A Lula-Bolsonaro választás tényleg kicsi múl, de mondtad, hogy nem csak az Egyesült Államok, hanem belső okokon is múlik, vagy elmegy az esély, vagy éppen megelkezik. Ugye megint csak nem akarnék általánosítani valamiről, amiről keveset tudok, csak érdekel, de hogy az embernek két dolog biztos, hogy eszébe jut, mondjuk a ilyen belső problémákat illetően, az egyik a, ugye azt hiszem, hogy közmondásosan is a világban is így tartják, hogy dél-amerikai szegénység, dél-amerikai szintű szegénység, tehát hogy nagyon széles társadalmi szakadék választja el a nagyon sok szegényt a nagyon kevés gazdagtól, illetve hogy hát egy ilyen oligarchia-szerű birtokos réteg, vagyonnal rendelkező réteg, akik hát tulajdonképpen pendliznek a gazdasági hatalom és a politikai hatalom között, átváltják. És hát talán még egy dolog, ez a hadseregnek az ereje. Valamiféle magyarázatot látszik annélkül is számomra, amit mondtál az elején, hogy ugye ilyen katonai harccal kivívott függetlenségekről, meg megrajzolt országhatárokról van szó, tehát valószínűleg ez lehet ennek a hagyománya, de tulajdonképpen, és ezért is kérdeztem, hogy van-e ilyen, hogy Dél-Amerika tudat, meg ezeknek a problémáknak a közös felismerése, hogyha, tehát ennyire, ha ez igaz, hogy ennyire nagyok a társadalmi egyenlőtlenségek, ennyire szűk a vagyonos réteg, akkor, és egyébként nagyon erős progresszív mozgalmak is léteznek, akkor voltak éppen egy ilyen átfordulás, vagy kiegyenlítődés, az hosszabb távon nem történik meg, tehát ott van a tapasztalat, vannak is erre komoly politikai erők, nyilván vannak törekvések is, mennyit változik ez például? Hát ez megint ahhoz kapcsolódik, hogy mondtam, hogy változóban és jól alakul, aztán mindig történik valami. Aha. A gazdaságpolitikák jól alakulnak egy demokráciában, aztán egy diktatúra. Vagy olyanra is látunk példát, hogy diktatúrában elég jól működik, szinte semmi, de a gazdaság éppen jól működne, csak aztán a diktatúra többi faktora, többi tényezője ezt természetesen nullázza. Mert igen, tehát egy, igen. Jól működhet egy gazdaság, ha közben népírtás folyik, igen. És kínzó kamerákban ülnek, igen, az emberek. Tehát ez az egyik, ezek kioltják egymást. Ezek, a hadsereg nyilván itt teljesen megkerülhetetlen. Egyrészt az, igen, amiről szó volt, hogy eleve hadsereggel születtek ezek az országok, és mindig a hadsereg volt garancia a stabilitásra. Most a stabilitás az ugye akkor a legstabilabb egy ország, ha diktatúra van. Ezt latinok ezt tanulták meg egyszerűen. Tehát ugye diktatúrában nem kell foglalkozni választásokkal, ellenzékkel, szakszervezetekkel, őslakosokkal,
a 20. századon végigvonult az őslakos probléma, hogy a még meglévő jogaikat is elvegyék. Erre mi a megoldás? Mondjuk a guatemalai megoldással a diktátor úgy döntött, hogy ugye nincs őslakos, nincs probléma. Tehát elindult a szisztematikus kiirtása az őslakos közösségeknek. És akkor erre néhány mondják, hogy igaza volt, nem? Nincs őslakos, nincs probléma. Hát jó, ha így tekintjük a diktátor szempontjából, valóban megoldotta azt a problémát, ami neki az volt, de hogy ez népirtásokon belül zajlik. A legtöbb diktatúra, sőt, alapvetően minden diktatúra Latin-Amerikában, katonai hunta, vagy egy személyes tábornok, mint mondjuk Pinochet, Chilében, vagy mint az argentin, hogy egy katonai hunta állt fel, ott is van egy központi alak mindig, de alapvetően tábornokok irányítják. Vagy valamilyen katonai múlttal rendelkező személy, aminek nagyon fontos tényezője, megint visszajutunk oda van az előbb, hogy az Egyesült Államokkal jó barátságban legyen. Ez legalább olyan fontos volt a 20. században. Hát ez mondjuk a 70-es évek katonai diktatúráinak. Igen, de ez már a 30-astól kezdődik. 30-as években is. Tehát ez egy régi mondás, ami ezt tényként kezeljük, közben sehol nincs leírva, tehát lehet, hogy ez egy olyan városi legenda, amit csak úgy tudjuk, hogy van és még sincs, hogy a 30-as években Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt azt mondta a akkori nikaraguai Somoza diktátorról, jobboldali, népírtó, katonaság, minden, ami kell legyen. És elég sokáig volt hatalmon. Igen, évtizedek, az egész dinasztia, tehát ez egy Somoza dinasztia volt, hogy állítólag azt mondta Roosevelt róla, hogy igaz, hogy tehát úgy hírlik, hogy Somoza egy gazember, itt angolul a son of a bitch-et használta, egy gazember, de legalább a mi gazemberünk. És ez vagy elhangzott, vagy nem, de a tartalmi szempontból teljesen igaz. Ez aztán ismétlődött, ezt használták mások a Batista kubai diktátorra, mielőtt fölváltott a Castro diktátor. Tehát a jobboldali katonai diktátorokra Noriega Panamában tökéletes példája ennek, hogy tudjuk, hogy mi történik, tudjuk, hogy népirtást is véghez, kínzások, ellehetetlenítés, drogkereskedelem Noriega esetében. Ott náluk a drogkereskedelem, másnak közép-amerikai diktátornak volt olyan hobbija, hogy az ellenzékieket élve működő vulkánba dobálja, mert legalább érzi a törődést, szóval érzi, hogy mi a helyzet. A gyerekrablás, Chile és Argentín esetben. Igen, valójában ez is nagyon ijesztő egyébként, hogy mintha lenne egy ilyen hogy is mondjam, nem akarom se bagatelizálni, se ironizálni, azért, mint hogy ilyen tudáscsere a diktátorok között, hogy azért módszereikben nagyon hasonlóak a kínzások, az úgymond eltűnt emberek, a gyerekrablások, a családi állás megváltoztatás, ezek csupa szörnyűség, amelyeket mindegyik alkalmaz. És ez nem véletlen. Tehát ez, és most mondjuk, hogy ez a tudás, ez van, hol szerezzük a tudást? Általában iskolában. Megszületett, az Egyesült Államok létrehozta Panamában, ugye a panamai csatornaövezet az Egyesült Államok fennhatósága alá tartozott. Már nem, de ugye az építésétől kezdve 20. század végig oda tartozott. És a panamai csatornaövezetben létrehozta az Amerikák iskolája nevű szervezetet. Ez követően az Amerikás, az Amerikák, ezt többes számban használják a Latin Amerikában, mert ugye minden Amerika benne van, tehát Kanadától Tűzföldig, ezért többes szám. Amelybe, hát ez most megint, tehát úgy tűnt elbagatelizálni, de így van, minden valamire való diktátor ott járt. Noriega ott végzett, tehát diplomája van onnan. Az argentin katonai diktátor ezt megjárták. Egy elitképző, és kihallgatási módszereket tanítottak nekik, kémkedést, kínzási módszereket, tehát amikor azt olvasunk erről könyveket, hogy hú, de hasonló, amit mondjuk az argentin tábornokok csináltak az emberek halálra kínzásával, terhes nők halálra kínzásával, gyermekek elszakításával, gyermekek örökbeadásával, katonatiszteknek és gazdag üzletembereknek, vagy üzletembereknek. Jé, Chilében is hasonló volt. Jé, nem véletlen. Zárójel, ez az Amerikák iskolája ma is létezik, csak nem ott. Egyesült Államokban van egy Fort Benning nevű helyen, és már nem ezzel remélem foglalkozik, már és már átnevezték. Most nem tudom éppen a kurrikulum szerint mivel foglalkozik, de az ennek az intézménynek a jogutódja, tehát kapnak is azért ezért gyakran, hogy ez az. Aha. Tehát itt, és létezett ilyen terv, tehát a nemzetbiztonság doktrinájának nevezett terv, azon belül a Operación Condor, tehát a Condor küldetés,
amelynek nem megy bele a részletekbe, ez mind azért jött létre, hogy ezeket össze tudják hangolni. Tehát legyen egy káderanyag, ha szükség igen, van, valaki ezt nyúlni, kell, akkor és a legtöbb diktatúra együtt is tudott ebben működni. Voltak gigszerek, tehát például amikor az Argentin és a Chile pedig annyira összeillenek, ők éppen egy ponton, a Falkland-szigeteki háborúnál ők nem tudtak együttműködni, mert Chile Margaret Thatcher-t támogatta, mert Pinochet és Thatcher asszony nagyon jóban voltak. Nyilván kapott ért a cserébe valamit. Tehát ott a két diktátor, ott ebben éppen nem tudott együttműködni. De valóban, tehát tudunk egy ilyen sémát mutatni, hogy ezek hogyan működtek, és jól működtek. Tehát saját szempontukból nézve sikeresen működtek, mert amit akartak, elérték. Baloldaliakat eltakarítani, nem engedni sem szakszervezetek működését, sem semmilyen akkori szovjet befolyást, Amerikával, Egyesült Államokkal jóban lenni, minden hangot elnyomni, ami nem odavaló, az amerikaiaktól érkezett neoliberális gazdaságpolitikát megvalósítani, ugye a chileieknél a Chicago Boys, a Chicagói Egyetem gazdaságpolitikáját gyakorlatba ültető közgazdászok jelentek meg. Tehát például mindez... a nyugdíjrendszer teljes igen. privatizálása, ez, annak igen. ugye mint országa volt Chile. Tehát ez, ha így nézzük, jól működött idézőjelesen. Hát emberjogi szempontból, emberiességi szempontból, demokrácia szempontjából nem működött jól, de amit ők elterveztek, abból a szempontból jól működött. Csak aztán ez, ahogy minden diktatúra, minden ilyen elkezdett repedezni. Ez kicsit rosszabb, mint gondoltam, de nagyon érdekes dolgokat mondtál. És van itt még egy dolog, ami, és ez a te munkáddal kapcsolatban engem nagyon érdekel, hogy ugye, ahogy mondtam, a filmmel, a filmművészettel, a diktatúrák és a diktatúrák utáni előtti filmművészettel is foglalkozol, és én abszolút felhasználóként, vagy rajongóként, vagy nézőként tapasztalom azt, mindenkinek ajánlom, bármilyen streaming csatornán bele tud futni nagyon jó dél-amerikai filmekbe, nagyon jó spanyolokba is, dél-amerikaiakba is, és számomra tényleg meghökkentő, én Közép-Európában a lengyel filmhez tudnám hasonlítani, hogy milyen őszintességgel és mélységgel és mélységben foglalkoznak a közelmúlt történelmével, ugye a lengyel filmeknél már az van, hogy tulajdonképpen krimi sorozatok is játszódnak a 80-as évek Lengyelországában, tehát hogy így a tömegkultúrának a szintjére is ez elér, tehát nagyon sokan találkoznak ezen a módon vele, tehát nem kifejezetten társadalom drámát néznek, és mégis azt az akkori környezetet át tudják élni. És ez a helyzet a dél-amerikai filmekkel is, tehát hogy lehet, hogy nálunk tényleg még mindenki nem tudom, a mexikói sorozatokra gondol, de hát a dél-amerikai filmészet elképesztően gazdag, fantasztikus színészeket, rendezőket lehet látni gyönyörűen kiállított filmekben, és hát az, hogy a diktatúrák milyen bűnöket követtek el, hogy ezt hogyan lehetne egymással megbeszélni, hogy mik a valódi történetek, amelyeket el kell mesélni, ezt nem csak nyugati alkotók látják azt, hogy milyen izgalmas az, ami ott másút lezajlott, hanem saját magukról, ami nyilván sokkal nehezebb, elmondják ezeket a történeteket. Mi Magyarországon is azt hiszem, hogy érezzük, hogy ennek van egy olyan háttere is, hogy hát valakiknek kell finanszírozni ilyen filmeket, meg valakiknek meg kell nézni ők ezeket a filmeket, hogyha üzletet látnak ebben. Szóval ez viszont hogyan van, hogy ezt a fajta ilyen szembenéző művészetet nagyon széles körben egyáltalán létre lehet hozni. Szóval ki ad erre pénzt, és hogyan zajlanak le az ilyen alkotásokat követő társadalmi viták, milyen felületeken? Az országa válogatja, hogy hogyan jönnek létre. Nagyobb országoknál, mondjuk Argentina, Chile, Brazília, ott az állam természetesen jelen van ebben. Olyan természetes? Igen, nem feltétlenül az, de ott náluk természetes. Nyilván attól függ, hogy milyen kormány van éppen hatalmon. Tehát adott kormánynál több ilyen készül, másik kormánynál nem. Viszont, de olyan nincs a körülményt, hogy teljesen elzárják a csapot. Az most éppen Argentinában van, most ebben van. A pillanatban Milei elzárta a csapot teljes mértékben, mert nem tekinti a filmet művészetnek, valamint egyáltalán hasznos dolognak sem. Jó, mondjuk azt hiszem az állam szerepéről is ott nagyon extrémeket igen, tehát Argentina az egy külön történet ebben az esetben. Ezen kívül privát cégek, tehát producerek beszállnak, valamint nagyon fontos Latin-Amerikában a koprodukció. Tehát nagyon kevés olyan latin-amerikai filmet látunk, ami csak adott ország filmje. Tehát
általában 2-3-4 latin-amerikai ország, gyakran spanyol partnerrel, francia partnerrel, témától függ, mondjuk argentin, német partnerrel, amikor azokra a gyerekekről szóló film készült, akiket Németországba is eladtak. Vagy mondjuk a Chilében menekült nácik életéről van szó. Vagy nácik, és főleg a... Erre most nem akartam külön kitérni, de van talán ismert sokaknak ez a méltóság kolónia, hogyne, ami Chilében létrejött. Erről is lehet látni, szerintem. Erről film, játékfilm is, játékfilm sorozat is, az nálunk az HBO adta, azt hiszem, a Méltóság című sorozatot, és dokumentumfilmek is sorozatban. Ez ugye együttesen chilei-német ügy, tehát a kettő együtt karolta fel. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy a chilei történelmi emlékezettel, a chilei múlt feldolgozásával chilei filmesek tudnak egyedül foglalkozni minden esetben, de ebben például a latin-amerikai országok egymással szolidárisak. Erre is gondoltam, hogy van-e ilyen, hogy Dél-Amerika tudat, mert ezek szerint akkor a problémák közössége alapján jönnek létre ezek az együttműködések. Tehát látják is, vagy egymás problémáját átveszik, tehát készítünk a másikéről egy filmet. Mondjuk, hogy most egy közép-amerikai példát hozok, ugye Guatemala. Guatemala kicsi is, szegény is, tehát önmaga ezeket nem tudná megcsinálni, de például a guatemalai film, ő Guatemala fő partner, de csatlakozik hozzá a többi közép-amerikai ország, és mindenki ad bele valamennyit. Összeget is, színészt is, forgatási helyszínt is. Tehát most például nem rég a guatemalaiak is elkezdték a történelmi emlékezetüket feldolgozni filmeken keresztül. A nagyobbakat említve Chile, Argentina talán ott a legláthatóbb. Igen. Ezek el is jutnak különböző módokon Magyarországra, akár moziba, akár streaming platformon, online, de mondjuk tévécsatornákon is belebotlunk ezekbe az alkotásokba. Fesztiválokra eljutnak, Oscar jelölésig jutnak. És otthon is megnézi a közönség moziban? Megnézi. Ugye itt a várható természetesen, hogy ez vitát generál. Hát szerintem ez a lényeg. Nyilván itt vannak különböző oldalak, hogy ki eleve hogyan viszonyult az adott rendszerhez. Tehát aki valamennyire megbocsátóan viszonyul a rendszerhez, Argentínában mondjuk, most argentin példát hozzam, mint ahogy most éppen Milei mondja, sőt, főleg az alelnök asszonya, hogy ugye Milei is, de már az alelnök asszonya is azt mondja, hogy az a több tízezer, egyesek szerint 30 ezer halálos áldozatot követelő argentin diktatúra, az nem diktatúra volt. Az egy konfliktus volt, amit a kommunista felforgatók ellen vívott a konzervatív kormány, nem diktatúra, konzervatív kormány. Hát, amely magát is, most nem fog eszembe jutni, hogy pontosan mi volt, de nem katonai huntának nevezte magát, nemzeti újjászervezési folyamat. Igen, folyamatnak nevezte saját magát. Az egy folyamat. Ez a név, ez nagyon jó hangzik. Nemzeti újjászervezési folyamat. Igen. Ebből csak jó dolog jött ki, nem? És azt mondják Milejék, hogy és esetleg néha túlzásba esett egy-két katona. Tehát ő így viszonyul a diktatúrához. Ezeket az emlékhelyeket, amelyeket most is meglátogathatunk, nekem tavaly volt alkalmam Argentinában járni, Buenos Airesben, ezeket meglátogathatjuk, az úgynevezett május téri asszonyok és nagymamák felvonulása még most is megy minden csütörtök délután 3-kor, Buenos Aires főterén, akik az elrabolt gyerekeket keresik. Akik a mai napig nem kerültek elő. Vagy a hollékükről nincsen. Ezekre Milejék azt mondják, hogy bajkeverő kommunista vénasszonyok, miért kell őket itt eltűrni. Tehát aki így viszonyul ehhez, az nyilván a diktatúráról szóló filmekhez is hasonlóan viszonyul. Na most nyilván itt különböző mások szempontok lesznek. Mások viszont a saját sorsukra ismernek rá. Igen. Na most ha megnézzük egy ilyen filmet, régen az első Oscar-díjas argentin film, a Hivatalos változat címe, ez magyar szinkronnal már 80-as években megérkezett Magyarországra, vagy a legújabb az Argentina 1985. Igen. Tehát ezekben a filmekben azért nekünk egyértelmű, hogy ki a rossz fiú. Tehát, hogy ki az, aki itt rossz dolgokat követett el, és kik azok, akik legalább utólag megpróbálják ezt a szembenézést elérni. Most egy argentin számára, és ne csak arra gondoljunk, hogy jelenlegi politikai szimpátiája, hanem a családi vonalra. Nem találunk olyan argentint, aki ne lenne érintett, felmenő, szerint valószínűleg nem találunk ilyet, de Chilére ugyanez van. Igen, valahol. Tehát vagy áldozatként, vagy elkövetőként, vagy együttműködőként, vagy azt tolerálóként jelen volt.
mindenkinek maga volt... a pápa? Éppen ezt akartam mondani, igen. Tehát például ugye Ferenc pápa, akiről tudjuk, hogy Bergoglio néven, Buenos Airesben, éppen akkor a katonai hunta idején fontos pozíciót töltött be, mennek a viták. Tehetett volna többet, vagy sem? Erről is színdarab is van, film is van, könyv is van, magyar szál is van, mert Jálics Ferenc jezsuita szerzetes volt az egyik, akin nem segített olyan módon, hogy ne kínozzák meg őt a katonai hunta emberei. Tehát igen, tehát ilyenekről is beszéltünk, hogy nem konkrétan együttműködő, meg a diktatúra embere, de vajon tette eleget? Tehetett-e eleget, és ha tehetett volna, megtette-e? Ezek mind ugye ezek ilyen nem apróságnak, de még csak nem is annak tűnő dolgok, hogy ez megtörténhetett. Most egy ilyen, aki egy filmet néz, és itt elrabolt gyerekekről van szó, de az Argentina 1985, ez most is elérhető több streaming platformon is, ez mindenkinek ajánlom, aki nem látta, talán az egyik legjobb, a hivatalos változat is ez a legjobbak, hogy ott a filmben ugye elmondják, hogy mi történtek velük az irányított nemi erőszaktól kezdve a nőket, férfiakat egyaránt a kínzásig. És akkor, amikor egy olyan gondolkodású argentin nézi meg, akkor erre azt mondja, hogy hát ez hazugság, meg ez úgyse tört, ez csak túlzásba esik. Chilével ugyanez a helyzet. Guatemalában, említettem, ott ugye a fókuszban az őslakosok kiirtása volt. Erről is készült nemrég egy nagyon jó film, ez is fent van nálunk az egyik streaming platformon, ami meg ezt emelte ki, hogy a szisztematikus kiirtása a másságnak, főleg az őslakosoknak. És ezzel hogy nézett szembe azóta a társadalom? Hát, mint ahogy ebből az argentina filmből is, meg egyebekből tudjuk, próbálkoztak, de gyakran nem sikerült. Tehát rengeteg a lezáratlan seb, mert vagy nem ítéltek el senkit, vagy aztán elítélték, de fölmentették, aztán visszazárták, vagy mondjuk chilei eset, ahol Pinochet lemondott, tehát népszavazással lett vége ugye a chilei diktatúrának, lett egy demokratikus kormány, de utána még 10 évig Pinochet volt a hadsereg főparancsnoka Chilében, demokrácia idején. Tehát hogy vonjunk felelősségre katonatiszteket az elkövetett dolgokért, ha a hadsereg főparancsnoka a legfőbb bűnös, nyilván nem fogják hagyni. Ezért jönnek a, melyik országban hogy nevezik, de a felejtés törvénye, a felejtés paktuma, a nemzeti újrakezdési megállapodás. Tehát, hogy zárjuk le, mert nem megy, hogyha állandóan erről beszélünk. Most a film, és szerintem Latin Amerika esetében talán a legjobb példa az, hogyha máshogy nem, a filmeken keresztül ezt meg tudjuk közelíteni. Ezt akár ők maguk teszik, akár mondjuk Chile esetben az első legjobb Costa Gavras, az Eltűnnek nyilvánítva című film, Jack Lemmon főszereplésével. Ezt sokan láthatták Magyarországon. Igen, ez akkoriban ő az egy legnagyobb sztár volt. E film segítségével jutott el a világ nagy részére, mi folyik Chilében. Ugye Roman Polanski a Halál és Halányka című filmje, ami szintén, ahogy az Eltűnnek nyilvánítva, ez sem kimondottan Chilében játszódik, tehát nem mondják ki, hogy játszódik, egyszerűen tudjuk, akik ismerjük. A Halál és Halányka tökéletesen bemutatja egy latin-amerikai diktatúra működési folyamatát, ami nem biztos, hogy sokan megnéztek volna, de Polanski rendezte Sigourney Weaver és Ben Kingsley a főszereplő, ezzel a star power-rel eljutott mindenfelé. Ez egy nagyon jó módszer. A másik, hogy a latin-amerikaiak megcsinálják a saját filmjeiket, és szerencsére hála a streaming platformoknak, a nemzetközi filmfesztiváloknak, a különböző latin-amerikai nagykövetségek által, itt Budapesten is, meg más magyar városokban is, de szerte a világon rendezett filmfesztiváloknak, ezek eljutnak, sokan írnak is ezekről, én is, meg sokan is máshol a világban, és így ismerté válik. Tehát ha nem ilyen szárazabb történelmi könyveket akarunk olvasni, akkor megnézzünk egy filmet, amiben még van egy, nem azt mondom, hogy szórakoztató faktor, hanem egy ilyen érdekfeszítő faktor, ilyen thrilleres megközelítés. Igen. Ezek tehát, jó filmek. Igen, tehát érdekesebbé teszi, mint hogy elolvasok egy 40 oldalas tanulmányt arról, amiről egyébként a film is szól. Tehát ezt a latin amerikaiak nagyon jól csinálják, nyilván viták vannak, ki mit gondol, ki a részrehajló, de ebben úgy gondolom, hogy a világ minden részén tanulhatunk tőlük. Ezt én is így gondolom. András, nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad, és azt hiszem, hogy ez a része picit irigylésre méltó, hogy legalább zajlik ez a vita, és ezt a lehetőséget kinyitották. Köszönöm szépen, hogy eljöttél ismét, és beszélgethetünk. Nagyon köszönöm a meghívást, örömmel jöttem.
köszönöm nézőknek is a figyelmet, ennyi fért mai adásunkban, nézzék a Szeged Televíziót, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, nyomják a csengőt, értesítésekért új tartalmainkról, és kövessenek bennünket a Facebookon is. Legközelebb 2 hét múlva jövök, addig is ne feledjék volna itt egy ország, amiről és amiben beszélgetnünk kell egymással.